másodszorra rendezitek meg ezt a táncház találkozót. 31. táncház találkozóról van szó az idén, ami óriási dolog, mert kihagyás nélkül töretlenül adja tulajdonképpen ugyanaz a program szerkezet a műsort, ugyan olyan szerkezetben nem tudnak ráunni az ide érkező táncosok vagy éppen vendégek arra a fajta programkínálatra, ami évről évre várja őket. Azért mostanában nem írunk jó éveket így gazdaságilag. Hogy sikerült mégis megőrizni ezt a hagyományt? Az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület nevében tudok nyilatkozni elsősorban. Azt tudni kell, hogy ezen a nagy táncház találkozón több országos szakmai szervezet osztozik feladatban, és természetesen a költségekben is. Nagyon kemény. A Nemzeti Kulturális Alaptól az idén 1 millió 490 ezer forint támogatást kaptunk, és az a küzdőtéri program, amit itt most az Aprók bájában szombaton délelőtt 10-től este 5-ig látni fognak, kapni fognak, tapasztalhatnak, táncolhatnak a vendégeink, az 2,5 millió forintnál fog valószínű megállni. A nyelvterületünkről honnan érkeztek csoportok, erről tudsz nekünk mesélni? Mi évek óta, tehát az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület, a mi egyesületünk évek óta régiókban gondolkodik és régiókban szerkez. Idén Nyugat-Magyarországról számtalan együttes érkezett, nem csak magyarországi magyar táncokkal, hanem ennek a területnek a sváb táncaival és más egyéb ínyentségeivel. Viszont határon túli vendégeink és tagjaink is itt vannak. Vajdaságból, Szabadkáról, a Brezovski Roland vezette kis csapat, Szlovákiából, Felvidékről a Füleki gyerekegyüttes, és Romániából, Porciumból pedig a Zilahiak, akiknek nagyon örülünk, saját tagságunkról van szó, de igazándiból évente két alkalommal tudunk határon túli magyar együttest vendégül látni. Ez a gyermeknéptánc antológia, az előző év koreográfiáinak legjobb alkotásaiból, és itt a táncház találkozó, tehát vendégeinként ők is mind a kínálati rendszert, mind pedig a táncolható és megtanulható táncanyagot szaporítják.